Isten dicsőítő élet. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. 1 Korintus 10.31. Elolvasva a fenti ígeszakaszt, 2 dolgot mond Isten szava. 1. A világi ember, mivel csak ebben az életben reménykedik, többek között az evésben, ivásban leli örömét. Így nem ismer mértéket, hogy miből mennyit egyen vagy igyon. Utána a fogyókúrás szerekre, tornára és egyébre költi pénzét. Ezzel szemben a lélek gyümölcse a mértékletesség, vagyis az önuralom. Galata 5.22. Némelyik valóságos sóban mindenféle férget, utálatos dolgot ettek meg a résztvevők. Az átlagembernek felfordult a gyomra, és talán nem gondol arra, hogy Isten meghatározta, hogy mi az ehető, és mi nem. Az ő képére teremtett ember számára. Mózes 3. könyve, 11. fejezet. Vegyük komolyan ezt az útmutatást, nehogy Isten angyalainak forogjon a gyomra, ne nézzenek úgy ránk, mint mi, a primitív népekre. 2. Mindent Isten dicsőségére műveljünk. Nem azt mondta, hogy mondjunk, hanem hogy tegyünk. Életünk szavak nélkül üzenet Istenről. A körülöttünk lévő emberek sokkal inkább az életünk, magaviseletünk alapján alakítják ki Isten képüket, mint a szavaink alapján. Ma nézz bele a tükörbe, és kérdezd meg magadtól, életem mit mond el Istenről?